Rekordokat dönt az e-kereskedelem a világban és hazánkban is. A gazdasági elemzők szerint, ha van nyertese a világjárványnak, az egyértelműen ez a szektor. Ebből pedig egyenesen következik, hogy a logisztikai ágazat is csúcsra jár. Ugyanakkor vannak komoly hátráltató tényezők is, mint például a munkaerőhiány, vagy éppen az üzemanyag árak emelkedése. Valójában milyen helyzetben van a logisztikai ágazat a koronavírus járvány közepén? Erről beszélgetünk Fülöp Zsolttal, a Transpet Kft. Ügyvezetőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Na hát mondhatjuk azt, meg ilyen egyértelműen kijelenthetjük, hogy valóban azért a logisztikai ágazat az a nyertesei közé sorolható ennek a járványhelyzetnek? Összességében igen. Bizonyos területeken persze voltak veszteségek az autóipari beszállítók területén elsősorban és azoknak a beszállítóiknál, de összességében azt kell mondjam, hogy a logisztika az magára találta tavaly éppen és az idén dinamikusan növekszik. De gondolom, hogy ehhez kell az, hogy önök is az e-kereskedelemben egyre inkább szerepet vállaljanak. Igen. Hosszas mérlegelés után döntöttünk úgy, hogy megkerestük a legjobb fulfillment szolgáltatót. Ez a Webshipi személyébe vagy cégébe találtuk meg, és a Webshipibe egy kisebbségi részesedést vásároltunk, és közös fejlesztéseket csinálunk automata robotokba például, és azzal a informatikai háttérrel, amivel ő már rendelkezett, azt mi saját magunkra adaptáltuk, és az ő területe elsősorban a kisebb mennyiségű, gyors kiszolgálású termékek, mi pedig inkább a nagy volumenű, hasonló fulfillment szolgáltatást igénylő termékekre koncentrálunk. Tud erre példát mondani? Hát például biztos sokan ismerik az állattartók közül a Freshnap nevét, gyakorlatilag a teljes fulfillment szolgáltatását mit csináljuk. Budapesten egy új raktárba költöztünk nagy tartsán, egy 13 ezer négyzetméteres raktárba, és onnan irányítjuk. Bevezettük velük közösen a Zero nevű szolgáltatásunkat, ami azt akarja, hogy csomagoló anyagmentesen szállítjuk ki egyelőre első lépésben Budapesten a termékeit egy transzpedes dobozba, amiből a célba érkezés után kipakolással visszakerül a doboz hozzánk. A következő fázisba szeretnénk a nagyforgalmú rendszeres vevőknél csere dobozos megoldással ezt továbbfejleszteni. Itt mindenképpen jelentős környezeti megtakarítást tudunk adaptálni, hiszen csomagolóanyagmentesen rendszeresen használt dobozokat, újrahasznosított dobozokat tudunk használni. A cég filozófiájában egyébként ez benne van, a környezetbarát gondolkodás, tehát egyéb törekvéseik is vannak arra, hogy mondjuk minden kisebb legyen a környezeti lábnyom? Mi gyakorlatilag mióta létezünk, erre odafigyeltünk. A saját magunk telephelyén is általában tisztán rendbe tartjuk a környezetünket, és lehetőleg a legjobb minőségű, elérhető és célszerűségben a legjobb minőségű dolgokkal szereljük föl magunkat. Gyakorlatilag egy 10 éve már csak levegő típusú kazánokkal hűtünk, fűtünk, temperálunk, tehát az is mindenképpen egy zöld energiát jelent, és az utóbbi évben az egyik legnagyobb ilyen típusú fejlesztésünk, az a napelem park építése, ami már elkezdődik, illetve zajlik Debrecenben is, és Tatabányán is a ottani raktárbázisunkon. Ezzel azt nyerjük, hogy a nappali energiatermelést ugye magunk javára tudjuk használni, és igyekszünk a targoncák akkumulátorait is nappali töltéssel, tartalék akkumulátorokkal kihasználni, és így a lehető legtöbb energiát megspórolni. Érdekes, hogy ez a döntés
sokkal régebben született, mint ahogy beütött a energiaválság, hiszen most már 2-3-szorosára növekedtek az áram és a gázdíjak. Tehát ez is mutatja, hogy egy kicsit igyekszünk előrébb gondolkozni. Időben léptek ez ügyben. Hatalmas gépjármű flottájuk van, ott ilyen szempontból mit lehet lépni egyébként? Lehet elektromosra váltani? Gyakorlatilag a gépjármű flottánk ugye a nemzetközi és a belföldi nagy méretű flották, illetve mellette a kisebb típusú, kisebb méretű, egy tonnás kis autók. Ezeken a területeken, az utóbbinál már lehet gondolkozni az elektromos autózás bevezetésén. Még most a töltés és a egyéb kiszolgálás azért kicsit nehézkes, de ezeket kiépítjük a saját telepeinken. A nagy autóknál pedig még nem találták ki azt a energiahordozót, ami leváltaná a dízelt. Viszont mi mindig gyakorlatilag 3 éves koráig futtatunk egy kamiont, tehát gyakorlatilag nálunk a 1,5-2 éves átlag életkorúak a járművek, és mindig a lehető legkorszerűbbet vesszük. Tehát most is ebben az évben és a következő évben több mint 100 nehéz gépjárművet szerzünk be. Ezeknek a fogyasztása már az előző generációnál is jobbak, és gyakorlatilag 4-5 decis megtakarítással már egy nagy volumennél éves szinten jelentős megtakarításokat lehet elérni. Főleg ugye ilyen üzemanyag áraknál, amit a bevezetőben is említettem, mennyire gondolom érzékenyen érintette. Hát rendkívül érzékeny érint bennünket, és hát bennünket is, és természetesen ez majd rövid középtávon azért majd a fogyasztókon is lecsapódik, hiszen ahhoz, hogy mi tudjunk dolgozni, ahhoz önköltség feletti díjakat kell meghatároznunk, és ezek a díjak, hogyha emelkednek ugye a megbízók irányába, a megbízók is a termékeikbe ezt beépítik, és ez előbb-utóbb fog jelentkezni a postor végén a tisztelt fogyasztónál is. Milyen léptékű lehet ez az áremelkedés? Hát a szakmában a minimum 10%-os emelést prognosztizálnak, mert a üzemanyag ár mellett a bérek is rendkívüli módon emelkednek, hiszen ha csak a minimálbér vagy a szakképzett minimálbérnek a emelkedését nézzük, akkor ez folyamatosan hat ránk is, és tolja fölfelé a többi területnek a bérigényét is. Ugye említettem itt a munkaerőhiányt is, amivel azért hát gyakorlatilag szerintem az összes a gazdaságban szereplő összes ágazat küszködik már, vannak olyan hiány szakmák, ahová nagyon nehéz szakember találni. Önöknél ez mennyire jelenik meg? Gyakorlatilag országosan a gépjárművezetők, talgoncák, raktárosok, operátorok munkaterületén viszonylag nagy a fluktuáció. Ez részben a emberi hozzáállás, részben pedig mindig mindenhol egy kicsivel, ha többet kapnak, akkor ez egy bizonyos vándorlásra készteti őket. Ezzel lépést kell tartanunk. Tehát ma már nálunk is eldöntött a jövő évi bérfejlesztés, amit már publikálunk, és emellett oda kell figyelnünk arra, hogyha esetleg a bérfejlesztés a környezetbe ne adj Isten magasabb lenne, vagy valami igényli, akkor még évközi bérfejlesztéseket is kell tudnunk csinálni. És hogyha ezeket nem tudjuk kigazdálkodni, akkor ugye nem tudjuk a fejlesztéseket, bérfejlesztéseket megtenni, és abban a pillanatban azonnal a munkaerő, a humán erőforrás erre érzékeny, és abban a pillanatban elindul. Tehát a lényeg az, hogy a bérekbe is toppon kell legyünk.
Egyébként önmagában a bérfejlesztés mondjuk megoldhatja ezt a problémát, vagy mondjuk egyebet is kínálni kell a munkavállalóknak manapság? Tehát mi lehet az az ideális munkakörülmény, amit mondjuk meg tudnak teremteni a Transpednél, és akkor valóban el tudják csábítani adott esetben a konkurenciától a dolgozókat? Én azt gondolom, hogy itt is különböző területre kell bizonyos értelemben fókuszálni. Az előbb említett csoportnál én azt gondolom, de talán az összes többinél is, hogy az embernek a kezelése, a humán erőforrásnak a kezelése, annak a problémáinak a megértése, a egymáshoz közelítés nagyon sokszor jelent annyit, vagy jelenthet annyit, mint egy béremelés. Tehát, hogyha a dolgozó azt érzi, hogy vele törődés van, és hogyha azt érzi, hogy foglalkoznak vele, ne adj Isten magán problémájával, anyagi problémájával is foglalkoznak, akkor azt azért akceptálják. A többi területen, ahol ugye nem kifejezetten a helyhez kötés van, ott pedig a rendszereink olyanok a fejlesztéseink révén, hogy bárki bárhonnan tud dolgozni otthonról, de hogyha úgy kívánja, hogy valamerre utazik, akár onnan is be tud lépni a rendszereinkbe, és onnan tud utasításokat vagy információkat kinyerni. Mondjuk ez a rugalmasság, lehet ezt mondani, hogy a munkaerő. Valóban egy utolsó kérdés még. Mit lehet mondani, hogy mondjuk nemzetközi összehasonlításban mennyire versenyképes a Transped? Ez egy komoly nemzetközi logisztikai vállalatok vannak Magyarországon, fel tudják venni a versenyt szolgáltatásban, digitalizációban, színvonalban. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Transped azért bármikor felveszi a versenyt egy nemzetközi logisztikai céggel? Nekünk a stratégiai, hosszú távú stratégiánkban az egyik megfogalmazott cél az, hogy minőségileg olyan dolgokat tudjunk adni a megbízóinknak, ami miatt minket válasszanak. Ehhez nagyon sok beruházás kell informatikai oldalon, digitalizációs oldalon. Hát gyakorlatilag a semmiből néhány év alatt, két év alatt csináltunk egy digitális igazgatóságot, ami gyakorlatilag a fejlesztéseket, összehangolásokat csinálja. És hogyha ha példának azt hozom föl, hogy tavaly decemberben indítottuk el úgy a szállítmányozás és fuvarozás és saját fejlesztésű szoftverünket, hogy márciusban vettük le a párhuzamos működéséről a régit, és gyakorlatilag a otthoni munkavégzéstől kezdve mindent meg tudtunk vele csinálni, úgy, hogy észre se vettük azt, hogy valaki máshol dolgozik. És ugyanezt a fejlesztést csináljuk a kamionok és a belső hálózaton keresztül, tehát amikor egy kamion lerak, akkor ő már digitális úton elküldi hozzánk az okmányokat, abban a pillanatban bekerül a rendszerbe, és digitálisan tovább halad. Tehát egyszeri feldolgozással dolgozzuk fel, és még haza se ér a kamion, de már kiszámláztuk és elintéztük az előző útját. Na, akkor rövid válasz az, hogy fel tudják venni a versenyt. Fel tudjuk venni a versenyt, igen, sőt, kifejezetten bizonyos területeken akár dolgozunk is együtt, és természetesen figyeljük őket, és a jó megoldásokat igyekszünk tőlük átvenni, és lehetőleg használni azokat a megoldásokat, de tényleg sok helyen pedig együtt dolgozunk velük, tehát közúton, levegőbe, vízi úton. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és sok sikert kívánok a jövő évre, mondjuk járványmentesen. Köszönöm szépen, én is.